A Szekszárdi Önkormányzat Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának legutóbbi ülésén 6 napirendi pontot tárgyaltak a tagok. Egy nyílt üléses napirendi pontunk volt, a Pécs Normandia Lions Club nyújtott be támogatási kérelmet, de sajnos, mivel a Szociális Bizottságnak jelenleg nincs kerete, ezért el kellett. Nem elutasítottuk, hanem a közgyűlésre tovább küldjük ezt a támogatási kérelmet, és a közgyűlés fog dönteni az elutasításról vagy a támogatásról. A zárt ülésen pedig a szociális rászorultságtól függő ellátásokról is döntöttek a bizottság tagjai. Az ülésen emellett még lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról tárgyaltak a képviselők.